A katonaság és a sportoké volt a főszerep szombaton, a Táci Gorzium Régészeti Parkban. Harmadik alkalommal rendezték meg a sportág választó családi és hagyományőrző napot, a Kastrumot, amelyhez idén is kapcsolódott a fövenynapi ifjúsági hadtörténeti találkozó. Az egésznapos ingyenes programon a gyerekek különböző székesfehérvári egyesületeken keresztül ismerkedhettek meg a sportágakkal, valamint számos katonai hagyományőrző csoport mutatta be a különböző korok hadviselését. Azzal, hogy bemutatjuk az elmúlt korok katonáit, bemutatjuk a modern eszközöket, egy pillantást lehet vetni egy-két modern eszközre, akár szimulátor formájában. Nem titkolt célunk, hogy ez az esemény is legyen a Magyar Honvédség toborzásának a része. Jöjjenek a fiatalok, várjuk őket, kapjanak kedvet. A Honvéd Szandi SE, az I-generációért Egyesület és a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület szervezésében a programon ez alkalommal kiemelt szerepet kapott a huszárság. A katonák mellett pedig rengeteg sportággal is találkozhattak a gyerekek. Beleleshettek például az íjászat, a lövészet, a rögbi, a karate és a foci világába. Én nagyon hiszek a sportokban, én nagyon szeretem a sportot, és nagyon hiszem azt, hogy a gyerekeknek erre van szüksége. És a célcsoport kapcsán arra gondoltunk, hogy a katonaság, hát a gyerekek imádják a katonákat, imádják a vasat, imádják, hogy fel lehet mászni, a ruhák, a minden egyebet nagyon szeretnek, és ez mellett pedig akkor azt gondoltuk, hogyha lehet, hogy a sport most nem is annyira izgalmas, de hozzuk be ez mellett a sportot is, és akkor mutassunk meg, mint sportágválasztó, nagyon sokféle sportágat, és nagy szerencsénkre sok fehérvári sportegyesület jött, és többféle sportot ki lehet próbálni. Az egésznapos programon a fegyverek és a korhű ruhák kipróbálása mellett lehetőség volt például darts focizni, beállni a karatésok közé, célra lőni, de a honvédség robotkutyájával is találkozhattak a gyerekek.